Jó napot kívánok, sziasztok! Ez a regény is magán viseli a trilógiák nyitó darabjára jellemző tulajdonságokat, vagyis vázolja a jelenlegi hatalmi viszonyokat, bemutatja a szereplőket, felkelti az érdeklődést, valamint bemutatja a konfliktust. Az új köztársaságban viszonylagos békehonol a birodalmiak mesztré elkerülik a sztorit, amiben a politikai elemek dominálnak, mivel a Duskan Liga Nils Pár Jevete alkirály révén tárgyalásokat folytat a köztársasággal Leján keresztül. Az események előre haladtával a rendkívüli módon idegen gyűlölő jeveták céljai elhomályosodnak, a motivációik pedig rejtélyessé válnak. A gondolkodásukba történő betekintéssel párhuzamosan Leia is többet tud meg róluk, így az olvasó elmélyedhet a történetben. Az író nagyon jól ábrázolta az idegenfaj kulturális szokásait, sikerült nem emberi viselkedésre felruháznia őket, és úgy tette a szenátorottól eltérővé őket, hogy valóságosként hasson. Luke Pokémon mester módjára átadja az akadémia vezetését Streamnek, választ akar találni a túl sok kérdésre, túl sok követeléssel áll szemben, magányra vágyik, minél többet tud az erőről, annál nagyobb elvárásoknak kell megfelelnie, ezért inkább elvonul a világ elől, mint hogy rákényszerítse az akaratát másokra. A tapintatos Akana kérésére belefog a nő népe utáni keresésbe, mely során a saját anyját is megtalálhatja. Ennél a pontnál azonban figyelembe kell venni, mikor íródott a regény. Nem tetszik, hogy Luke szó nélkül vette tudomásul az elutasítást. Maga a történetszál nem tetszett, mint a Corellia rajtaütésben Lando feleségvadászata, de kíváncsi vagyok, mi fog kisülni belőle. Han unja a Dajka szerepét, figyel a környezetére, és az új pozícióját illetően azt vettem észre, hogy ugyanígy viselkedik az ilyen helyzetekben más könyvekben is, először vonakodik, kekeckedik, aztán adja a lazát. Lando unalomból lobottal együtt egy talán titokzatos küldetésen levő rejtélyes hajó felkutatására indul, amiből a legérdekesebb történetszál lett. Lando szélhámoshoz méltón dumál, vakmerő, viszont lobott tudásának csak egy kis részét ismeri meg az olvasó. Bírtam, ahogy a holodili világ egykori vezetője összemérte a nyelvét Pekpeköt ezredessel. Leia diplomatikus, jól forgatja a szavakat, meg akarja győzni az alkirályt, viszont naív, kételkedik a rátermettségében, magabiztosságában, túl komolyan veszi a dolgokat, a galaxis minden gondját meg szeretné oldani. Zavarja, hogy a fivére a múltban él. A szenátus tagjaival is meggyűlik a baja, Peramis szenátor méltatlankodik, sértegeti a nőt, ingerült, felszítja a kedélyeket. A prima meggyőző képességű Drayson és a nagyon laza Akbar admirális lett a két kedvenc szereplőm ebben a regényben. Összességében az érdeklődésen felkeltette, de számomra ez is olyan közepes történet lett, esetleg egy fokkal jobb, mint a Corelliai rajtaütés, vagy a Szelóniai veszedelem. Nektek mi a véleményetek erről a regényről? Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra, sziasztok!